Egy nem megszokott veszélyre figyelmeztető felirat a szlovákiai pálya bejárás során, vigyázat medve veszély, pszichésen először negatívan hatott rá, de nem tudta hátrányosan presszionálni a szekszárdi ijászhölgyet. Néztünk is egymásra, hogy mit fogunk csinálni, ha éppen egy medve fog felénk közeledni, de megnyugtattak, hogy azért napközben nem fog arra császkálni ilyen állatka. Első hallásra azért ijesztő volt, de tehát a nap végére foglalkoztunk sok minden mással, nem a medve volt a legfőbb problémánk. Az első, az úgynevezett szelektáló versenynap remekül sikerült, már is a szűkebb elitbe került a szekszárdi versenyző, akit a tét, a versenyfeszültség pozitívan befolyásolt. Hanner Erika fordulóról fordulóra javult. A csapatversenyen illetve pályafutása legjobbját érte el a szlovákiai EB-n 14 lövésből. 140 elérhető pontból 139-et sikerült lőnöm. 14 lövésből, és akkor ugye a 10-es zóna a cél. A siker az Európa-bajnoki cím megszerzése nem az edzések számában és azok minőségi javulásában keresendő elsősorban, persze abban is, a szintén Európa-bajnok és már világbajnok férjehez hasonlóan a rutin, a versenyzői tapasztalat összegződik, kamatozódik nála is az évek során. Tudtunk volna többet is gyakorolni. Jobb lett volna, hogyha a többet kijövünk. Inkább talán a mentális oldala sikerült jobban, mentális felkészülés sikerült jobban, mint eddig. Nyugodtabb voltam a pályán. A kiváló csapatembernek, Hanner Erikának még hiányzik a kollekciójából az egyéni világbajnoki arany, óriási motiváció számára, hogy a következő évi 3D-s felnőtt világbajnokságot nem másutt, mint Szekszárdon, a Sötétvölgyi erdőben, hazai pályán rendezik 2020-ban. A tengeren túlról is érkeznek ide íjászok. Nagyon bízom benne, hogy ennél több időnk lesz a felkészülésre. Legalább ez a heti 2-3-szor kijövetel a pályára az azért meg lesz. Távbecslés, ki az erdőbe, sokat kell mennünk, hogy fel tudjunk készülni, mert ugye ennek a lényege a távbecslés. Sokat jelent, hogyha itthon vagyunk, hazai terepen, mintha most így Szlovákiában egy kicsit úgy elanyátlanodva érünk ki a pályára, kell azért egy nap, mire belakjuk a pályákat. A Tolnai Pályak Íjász Egyesület korábbi Európa-bajnoka, világbajnoki ezüstérmese, jelenlegi elnöke, mint a jövő évi szekszárdi 3D-s világbajnokság egyik főszervezője, mivel Huszár Zoltán és Hanner Erika mögött is több remek versenyzőt vonultat fel a klub, nagyon bízik a jó, minimum döntős csapateredményben is a jövő évi VB-n. Most az Európa-bajnokságon is 6 versenyzőnk indult, mind a 6-ba került, tehát 6-os döntőn belül szerepelt. Berényi Balázs is ugye Huszár Zoltánnak betétársa, ha így nézzük. Tehát, hogyha ő összetudja szedni magát, ott azért lehet még küzdelem a dobogós helyekért. Nagyon számít a szekszárdi klub a most EB ezüstérmes kadettkorú Berényi Lilire, a Szaka család kitűnő versenyzőire, akikkel tényleg felvehetik a versenyt csapatban is a legjobbakkal a szekszárdi világbajnokságon.